Györgyi Dárda Istvánnak állandó alkotótársa, tulajdonképpen az egész filmes pályájuk során a főiskolától kezdve különböző filmekben együtt dolgoztak. Az első kérdésem az tulajdonképpen erre is vonatkozik, hogy hogy van ez? Van, amikor te rendező vagy egy filmen, van, amikor a... Elnézést, még egy dolgot szeretnék mondani. A Dárdai István az egész filmszakmában és a budapesti értelmiség körében mindenki Hugónak hívja. Úgyhogy elnézést kérek, hogyha időként ez fog kicsúszni a számom, mert nagyon furcsa nekem, hogy Dárdai István mondok, szerintem neked is furcsa lesz. Úgyhogy az első kérdésem tehát az, hogy hogy van ez, hogy osztjátok el, vagy hogyan alakult ez így, hogy egyik filmnél Hugo a rendező, másiknál te vagy a rendező, van, ahol mindketten rendezőként vagytok írva, hogy van ez? Jó, hát akkor kezdem ott, hogy én nem a Hugo helyett vagyok itt, hanem magam helyett, csak ő nem tudott eljönni, és hát nagyon szeretett volna. És aztán az, hogy mi van kiírva a főcímre, az sok mindentől függ. Például a jutalomutazás, az az első játékfilm, de hát előtte már a főiskolán a dárdai felvételi filmjeibe is együtt dolgoztunk, mert egy felvételi alatt ismerkedtünk meg, amikor engem fölvettek, és még őt még 5 évig nem vették fel, mint osztályidegen és renitens és nem tudom én, milyen elemet, és ahogy én megismertem, akkor egy olyan felvételi volt, amikor mindenkit érdekelt a film. Ez a 60-as évek eleje volt, a film nagy korszaka, amikor japán, orosz, cseh, lengyel, francia, svéd, mindenhol voltak filmek. Tehát nagy érdeklődés volt a film iránt, és akkor 1200-an jelentkeztünk, volt egy második forduló, ahová 120-an jutottunk be, és helybe kellett írni egy novellát a Szent Királyi utcába. Ilyen hosszú asztaloknál ültünk, és már minden tele volt a terem, és akkor egyszer csak megjelent egy egészen fantasztikus figura, egy kockás tweed zakóba, egy kockás sállal, ilyen hosszú hajjal, ami ilyen őrületes módon fél oldalra volt fésülve, kicsit úgy nézett ki, mint egy ilyen indián, vagy nem tudom én mi, én nem tudtam róla levenni a szememet. Azt gondoltam, hogy én még ilyen csúnya embert nem láttam. Na, tehát így kezdődött a mi ismerettségünk. És hát ez egy nagyon furcsa történet, mert neki külön családja van, van két gyereke, én gyerek helyett filmet csináltam, de van az a különleges dolog, ami szerintem eléggé egyedülálló, ami megmaradt, hogy mi valahogy a szellemi fejlődésünk pályáját együtt futottuk be, és valahogy egyféleképpen gondolkoztunk a lényeges dolgokról. A részletkérdésekről állandóan iszonyú viták voltak. És én mindig mindenkit sajnáltam, aki nem volt olyan szerencsés, hogy legyen egy olyan partnere, akivel, ha más nem, ha rá tud nézni, és akkor megkapja azt a visszaigazolást, hogy az, ami történik a szereplőkkel, mikor készül a film, mert akkor vannak kétségei is az embernek, és akkor látja a másik szemébe az igazolást, hogy rendben van, vagy a kétséget. Azt meg tudnád fogalmazni, hogy ezekben a vitákban mi volt az, amit főleg te adtál bele a közösbe, és mi volt az, amit a Hugo adott be a közösbe? Hát ezt épp a jutalomutazás kapcsán tudom elmondani a legfrappánsabban talán. Az, hogy készüljön egy olyan játékfilm, ahol minden szereplő civil, nem amatőr, hanem civil, zárójelbe,
Tehát ebbe a filmbe, amit látni fogunk, a pártitkár az valóban pártitkár. A parasztházas pár egy parasztházas pár. Egyébként szereplőket úgy kerestünk, hogy dokumentumfilmekkel jártunk vidékre, és akkor még az emberek eljöttek a moziba, és beszélgettünk a filmekről. És akkor ott láttuk, hogy na, ez az, aki nekünk jó lesz szereplőnek. Én bennem is volt egy szorongás, hogy elkezdeni úgy egy filmet, olyan filmet nem láttunk még, amiben színésznek nyoma nincs, hanem pártitkárok vannak, és nem tudom én kik, falusi asszonyok, emberek, és akkor ahogy elkezdődött, valami nem egészen stimmelt a forgatásnál. Amit én találtam ki hozzá, az az volt, hogy a szereplőkkel csak külön lehet beszélgetni. Ja, mondjuk úgy kezdődött, hogy ők forgatókönyvet nem láttak. Egy szituációt egy emberrel, melyikünknek kihez volt nagyobb affinitása, így osztottuk meg. Ő beszélt az egyik szereplővel, én itt, amin egy fél napot pálinkáztam a pártitkárral, és akkor, mikor ők összetalálkoztak, egyrészt tudták, mi a szituáció. Tudták, hogy nekik abban mi a szerepük, hogy hová kell eljutniuk, és amikor összetalálkoztak, akkor az volt a felvétel maga. Tehát egy élő helyzetben találkoztak össze, miután nem tudták, hogy a másik ember hogy reagál arra a szituációra, hogyan fog viselkedni, eszükbe nem jutott a kamera. Egymással figyeltek. Jól sejtem, hogy ezek után nem lehetett ismételni egy jelenetet? Nem. Akkor valami más kellett kitalálni. Akkor az történt, hogy más kellett kitalálni. És akkor nem beszélek tovább, mert akkor jöjjön a film. Egyet elmondok még, hogy amikor a film elkészült, akkor az egyik faluban, ott, ahol a pártitkát találtuk, Kadarkúton, ott összehívtuk az összes szereplőt, még minden ilyen hivatalos bemutató előtt, és ott levetítettük a filmet nekik. És meg voltak döbbenve, és az derült ki, hogy nagyon jól tettük, hogy nem mutattunk nekik forgatókönyvet, hogy ők csak részleteket éltek át, és részletekbe vettek részt. Azt mondták, ha tudták volna, hogy ők egy ilyen dologba vesznek részt, nem merték volna megcsinálni. György, azért még mielőtt átadjuk a vásznat a filmnek, mondj néhány szót olyan filmjeidről, amiket vagy másokkal csináltál, vagy egyedül csináltál. Hát nekem például most nagy élmény volt, talán másfél éve voltam Ausztriába, kivittük egy kollekciót a Vitézi Lacinak a filmjeiből, és közte volt a Leleplezés című film egy szoborügyről, a híres kaposvári szoborügyről, amit együtt csináltatok. Hát igen, én mindig ilyen közösségi szellemű voltam, mert aztán mikor volt Blue Box Mozé, én voltam az intézményvezető, és az éjszakai klubtól kezdve a filmisorig mindenfélét csináltam, és én mindig dolgoztam másokkal, és szerettem másokkal is dolgozni, mert szerettem azt, hogy egy lehetőségből kihozni a maximumot. Tehát nem az, hogy majd én milyen filmet képzelnék el a helyett, amit ő elkezdett csinálni. A Leleplezésnél mondjuk az igazsághoz azt tartozik hozzá, hogy azt én találtam azt a témát, és a Vitézi Laci annyira ráharapott erre a témára, hogy azt mondta, hogy csináljuk együtt. Hát aztán utána volt sok vita, meg nem tudom én mi a vágásnál, de hát együtt csináltuk a filmet. De volt olyan például, hát a Vitézének az első játékfilmje, ami Mannheimben fődíjas lett, annak a forgatókönyvet én írtam. A Vendesföldről beszélünk? Nem, a Békeidő. Ja, a Békeidő volt előtte, igen. És
végigcsináltam vele az egész forgatást is, és rajtam nézte a Mr. És az Erdős Palival, aki már nem él, és ő Kanga Aram kamerát nyert, ővel is végig csináltam egy dokumentarista filmet, amit hogyha összevetnének azzal a forgatókönyvvel, amiből elindult, akkor kiderülne, hogy ott akkor egy olyan alkotó folyamat játszódott le, ami egy szuper végeredményt hozott. És én mindig azt mondtam, amikor már sokkal dolgoztam, a Hugónál erre nem volt szükség, mert mi egy Hugón pendültünk. Másoknak mindig azt mondtam, hogy a dicsőség a tiéd, az enyém legtöbb a szégyen lehet, ha rosszul sikerül a film, de szerencsére nincs olyan, amit nem vállalnék. Nagyon köszönöm Szalai Györgyinek, ezeket elmondta. A film vetítése után, ahogy szoktuk, 2-3 perc szünet, hogy aki már nem tud itt maradni, az elmehessen, és utána pedig György itt marad velem és önökkel, és beszélgetünk. Köszönjük!